László Attila polgármester elmondta, az első lakossági bejelentést követően felvette a kapcsolatot a Bonyhádi vízmű szolgáltatóval a víznyomás csökkenésének ügyében. Tájékoztattak arról, hogy műszaki probléma van a nagyvejkei szivattyúk egyike meghibásodott, és annak a javítását már szombat este észlelték és el is kezdték. Vasárnapi napon két darab szivattyú került kicserélésre, viszont a hétfőn ugye arra ébredt a lakosság, hogy a víznyomás nem állt helyre, hanem még további csökkenés volt tapasztalható, illetve a felsőbb utcákban lévő ingatlanoknál már meg is szűnt a vízszolgáltatás. Ezt követően újraegyeztetésre került sor a vízmű szolgáltató irányába már a Paksi központnál, ahol az igazgató úr tájékoztatott arról, hogy a műszaki problémát nem sikerült elhárítani, illetve a javítás ugyan megtörtént, de valami más okozza azt, hogy az ávadi tározókba nem jut el a szivattyúzott víz. A hétfői naptól lajtoskocsi szolgáltatta az ivóvizet a településen és a környéken élőknek. Nagyvejkén három kút található, amelyek a závadi tározót is ellátják vízzel. A závadi tározó, ez egy ilyen lépcsősen működő rendszer, vagy ilyen láncszerűen fűződő rendszer. A závadi tározó az 200 köbméteres tározóval működteti, gyakorlatilag Kisvejke, Mucsfa, Závod és lengyel települések vízellátását, illetve a lengyeli Globus kiszolgálja még száraz települést. És gyakorlatilag a hétfői napon már ezeken a településen megszűnt a vezetékes ivóvíz szolgáltatás. Závod önkormányzata rendkívüli testületi ülést tartott a kialakult helyzetre való tekintettel. Arról döntöttek, hogy a polgárvédelmi egyesületet aktiválják, valamint meghatározzák a rájuk vonatkozó feladatokat, például az egészséges, megfelelő minőségű, folyamatos vízellátást. Fölállt egy munkacsoport a településen 10 fővel, működik jelen pillanatban. Egyrészt a lakossági jelzések, a lakosság felé történő kommunikációt és az ivóvízbiztosítást határozta meg az elkövetkezendő 5 nap feladatának. 5 nap után újra értékeljük a helyzetet, és ami még fontos, meg ami még a szolgáltatónak a komoly odafigyelését jelenti, az az, hogy minden nap vizsgálják a betáplált víz minőségét, laboratóriumi vizsgálatokat végeznek, hogy a víz minőség az megfelelő legyen, de emellett biztosítékként gondolta úgy a vezetőség, hogy mindenféleképpen egy plusz lehetőséget ad a lakosságnak. A település vezetősége folyamatos tájékoztatást ad a munkálatokról, fejleményekről, illetve a probléma elhárításának várható befejezéséről is.